Kovali Korsolya jóga oktatót és Gyöngyit köszöntjük itt nálunk, mert hogy gyakori kifogás, én is sokat élek vele, hogy bizony nincs időm elmenni mozogni. Ez nyilván, hogyha az ember családjában mondjuk gyermek is kerül, akkor ez az egész minden borul, főleg a mozgásra való idő, de most hoztatok nekünk olyan gyakorlatokat, amiket viszonylag gyorsan, akár ilyen negyed óra alatt el tudunk végezni, és lesz eredménye. Így van, üdvözöljük mi is a kedves nézőket, és a napüdvözletet hoztuk el nektek, amit a jogában a hajnali időpontokban szoktunk leginkább végezni. Ezt azért emeltem ki, mert hogy hát amikor az embernek gyerkőce születik, akkor teljesen fölborul az időbeosztása, és általában a saját tapasztalatom szerint a hajnali időzónák azok, amik még amikor esetleg... még alszanak, igen, de még a kávéfőző nem keltette fel a gyereket, akkor gyorsan negyed óra alatt lezavarunk egy gyakorlatsort. Így van, pontosan. Tehát amikor még lehet tudatosan mozogni, ez az az időszak. A napüdvözletről azt kell tudni, hogy ez egy 12 ászanából, 12 testtartásból álló folyamatos mozgás, amit légzésszinkronnal kötünk össze. Az összes izmot átmozgatja a testben, illetve a gerinc nyújtását teszi lehetővé. Én gondolom a nyirokeringésnek is, és egyéb keringési rendszereknek is jót tesz, tehát hogy fel is ébreszt reggel. Így van, és energetikailag pedig a fő csakrák működését harmonizálja. Amikor valakinek gyerek csöppen az életébe, akkor megváltoznak a testtartások is általában. Ugye nagyon sokat az ölünkbe tartjuk a gyereket, ezért a hátunk közepe az, ami elkezd fájni egy idő után, vagy terhelődik, illetve lehajlunk a babakocsihoz, a gyerek kezét megfogni, stb. Így a derekunk is terhelődik. Extra igénybevételnek van kitéve a hát, és ugye a vázizmok. Így van, és ezért szoktuk ajánlani ebben az időszakban a mellkasnyitást, illetve a derék átmozgatását, a törzsnyújtó gyakorlatokat is. Szülés után mikortól lehet elkezdeni ezeket a gyakorlatokat? Mert ugye az első 6 hétben még nagyon kell vigyázni magunkra, több dolog alól ki kell vonni magunkat, a mozgással vagy a jogával mi a helyzet? A jogával is ez a helyzet. Azt szoktuk tanácsolni, hogy az első orvosi kontroll után kezdjen el finoman, tudatosan mozogni. Ez 6 héttel a szülés után történik, de 3 hónappal a szülés után már bátran lehet azért dinamikus mozgást is belerakni, ügyelve arra, hogy a szoptatásnak az időszakát ne terheljük túl, mert akkor csökken a tejmennyisége. Na, jól tudom, akkor ott ugye az is kikötés, hogy, nem, hogy annyira nem szabad hajtani, hogy elkezdjen izzadni az ember, ugye? Mert az, van, a méregtelenítést kerüljük. Az belezavar ebbe a rendszerbe. De ezek ugye nagyon, itt nem a kivitelezése a nehéz, hanem a pontosságot kell megtanulni a jogánál. Ezt mit javasoltak, hogy menjenek el egy oktatóhoz, vagy otthon internetről is meg lehet nézni, hogy ezt hogy kell csinálni? Az internetes verziót nem annyira javasolnám. Gondolom. Mindenféleképpen oktatóval kezdjenek el gyakorolni. Ezt Budapesten bármelyik jogastúdióban bátran meg tudják tenni, akár a napüdvözlet sort is meg tudják tanulni, illetve hát magánóra keretében is, hogyha az anyukának könnyebb úgy az időbeosztást rendezni, hogy magához kihívja esetleg az oktatót, vagy ő egy fix, neki megfelelő időpontra érkezik a jogastúdióba, akkor így is tud gyakorolni. Itt mi most 15 percről beszélgettünk, de mennyi lenne az az ajánlott idő, hogyha olyan szerencsések vagyunk, hogy mondjuk a gyermekünk jól alszik, és sokáig alszik, akkor mennyi az az idő, ami valóban ajánlott és kell? Én azt gondolom, hogyha beleteszünk egy pici relaxációt is a gyakorlásba, akkor a 90 perc lenne az ideális, hogy tudjunk ráhangolódni is egy kicsit erre a mozgásformára. Ez egy befelé figyelés igazán. Tudjunk befelé figyelni, így van, ezért aztán a mentális feszültség is tudjon oldódni. Ugye ez nagyon fontos azért az anyának a szervezetében, rengeteg átalakulás történik, akár a várandóság során, akár a szülés folyamata után is. És ezek mentális. És megtépázza az idegrendszert rendesen, van, tehát muszáj valaha kiengedni ezekhez ezt a szerepet. Felnőni, ezek az a felelősségekhez szintén mentálisan olyan megterheli az anyukát, tehát ennek az elengedése is, a helyére tevése, a befogadása is nagyon fontos, és ebben is tud segíteni nekünk a jogázás. De jó, és hát látjuk, hogy az eredmény az meg magáért beszél. Igen. Itt hajlékonysággal, gyulánksággal. Szerintem
Nincs gond. Szerintem én ezt már nem tudnám megcsinálni. Ennek például mi a neve? Mindegyiknek van neve, ugye? Igen, ez a napüdvözletnek akár egy sorozatában egy elem is lehet. Ez egy csípőnyitó gyakorlat tulajdonképpen, ami szintén egy nagyon nagy érzelmi központunk a testünkön belül, a derék, a kerescsont és a csípő tájéka. Azért fontos ezeknek a területeknek az átmozgatása, mert minden, ami érzelmileg negatív dolog ér minket, ez letapad a zsigereinkbe. És hogyha elkezdünk jogázni, és légzéssel szinkronba mozgunk, akkor ezek a feszültségek tudnak oldódni a testünkből is, és sokkal könnyedebben tudunk mozogni. Több, mint egy lelki méregtelenítés, lássuk be, nem? Így van, a joga egy nagyon komplex mozgásforma. És ezt tényleg valahányan jöttök hozzánk a jogával kapcsolatban, ezt itt én aláírom, hogy mindenki békében, nyugalomban, szeretetben. Nem, mindig igen, így megszáll valami kellemesség, ugye, hogy így, így délelőtt egy kicsit így lehiggadunk. Igen. Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és mi köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Szépen.